Fejlesztenék a jaminai bányatavak környezetét, ülésezett a Békéscsabai képviselőtestület. Égető probléma, idén eddig 140 futballpályányi terület égett le Békés megyében. 5-szettes dráma, előnyben a BRS-e a bajnoki döntőben. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Többek közt a jaminai bányatavak fejlesztéséről és a város rendben tartásáról is vitáztak a képviselők az áprilisi közgyűlésen Békéscsabán. A városatyák közel 40 kérdésről hoztak döntést a csütörtökön megtartott ülésen. Az ülés elején a város polgármestere a nemrégiben elhunyt dr. Ferenczi Attila munkásságát méltatva tett javaslatot. Azt gondolom, hogy fontos lenne az ő 30 éves Békéscsaba érdekében kifejtett példamutató tevékenységére úgy is megemlékezni, és hogy egy közterületet nevezzünk el róla. A grémium az ülésen tájékoztatást kapott a békéscsabai hivatásos tűzoltó parancsnokság 2021-es tevékenységéről. Itt elsősorban a műszaki mentések számának a növekedése az, ami szembeötlő. Ez már évek óta így van, körülbelül 10 év óta tart ez a tendencia. Mostanában odáig jutottunk, hogy a műszaki mentések száma az kétszerese a tűzesetek számának. Ennek elsősorban az időjárás az oka. A képviselők emellett arról is vitáztak, hogy milyen problémákat kellene megoldani a jaminai bányatavak kapcsán. A jövőben azt gondolom, hogy foglalkozni kell, és ez a dokumentum is jelzi ennek a szükségességét, hogy az önkormányzat, a közgyűlés foglalkozzon azzal, beszéljünk arról, hogy a jelenleg állami tulajdonban lévő területeknek a megszerzését, illetően milyen álláspontot kívánunk elfoglalni, fontoljuk meg annak a lehetőségét, hogy ezen területeknek a megszerzése irányában a kormányzattal tárgyalások kezdődhessenek. Ezen felül arról is szó esett, hogy a Városgazdálkodási Kft. Költségvetését csökkentik idén. Ezzel kapcsolatban több észrevétel is érkezett. Fülöp Csaba támogatta azt a törekvést, hogy a cég a lehető legtöbb feladatot legyen képes önmaga is elvégezni. Ugye az is fontos, hogy a kisebb fejlesztéseket is ugye minél hamarabb esetlegesen saját erőből tudja megvalósítani. Ugye Nagy Ferenc alpolgármester úgy itt a kerékpár hálózattal kapcsolatos üzemeltetési feladatokat jelezte. Én ugye itt mondanám akár a térkövezéssel kapcsolatos feladatokat, a járólapok lerakását, a járólapos járdáknak a karbantartását. Tehát hogyha ezeken a területeken is tudnánk előrelépni, és ezek is ugye be tudnának kerülni a BVG-hez, mint közvetlenül ellátandó feladat, akkor lényegesen gyorsabban tudnának megvalósulni ezek a feladatok. Végezetül a képviselők arra is kitértek, hogyan segíti Békéscsaba az ukrajnai menekülteket, illetve Ungvár testvérvárost. Itt látszik Békéscsaba szociális érzékenysége, mivel tudjuk, hogy a városban több magánember, szervezet, egyesület is küldött kiadományt. Itt megemlíteném, hogy a Hajrá Békéscsaba Egyesület is küldött kiadományt, és fontosnak tartom azt, hogy ilyen nehéz helyzetben támogatni tudjuk testvérvárosunkat, és az ott élő magyaroknak is így eljuttattuk az adományainkat. Az ülésről készült adásunkat teljes egészében megismételjük április 30-án szombaton, valamint május 3-án kedden, mindkét napon délelőtt 9 órától. A közgyűlésről készült részletes tudósításunkat elolvashatják a behír.hu önkormányzati hírek rovatában. Az országgyűlési választások utáni első közgyűlést értékelte Békéscsaba polgármestere péntek délelőtt. Szarvas Péter kiemelte, hogy számos kérdésben egyhangulag döntött a képviselőtestület. A városvezető elmondta, hogy lezárták a tavalyi költségvetést, ennek nyomán 303 millió forint pénzmaradvány keletkezett. Szarvas Péter hangsúlyozta, ezzel az összeggel az idei költségvetést segítik. Ebből a pénzből autóbuszközlekedésre fordítunk, óvodáink, intézményeink dologi előirányzatainak megemelésére fordítunk komoly összeget, földesutak karbantartására biztosítunk 15 millió forint többletforrást, és ingatlanvásárlásra is az önkormányzat többet szeretne költeni a gazdasági ügyek elősegítése érdekében.
A polgármester a Kórház utcai stadion fejlesztésének második üteméről szólva ismertette, hogy a kivitelező már megvan, de a város a forrással még nem rendelkezik. Erről hamarosan a kormánnyal egyeztet. Hamarosan elindul egy új tornacsarnok tervezése is. Fél éves egyeztetést követően a magyar kormánytól az önkormányzat kapott 93 millió forintot egy új tornacsarnok tervezésére és előkészületi feladataira. Ehhez gőzerővel hozzálátunk. A tervezési folyamatba bevonjuk az Andrássy gimnázium vezetését és a tankerületi központ munkatársait is. A Városgazdálkodási Kft. Idén újabb járműveket és tartályokat vásárolt a szükséges öntözési munkák hiánytalan ellátásához. Továbbá a város bővíti az automata öntözőrendszerét is. Az előző év nehézségei ellenére a város megfelelően működik, a költségvetés megtervezése jól sikerült, fogalmazott Hanó Miklós alpolgármester a Fidesz közgyűlést értékelő sajtótájékoztatóján. Opauszki Zoltán tanácsnok a fejlesztéseket emelte ki, hangsúlyozva a repülőteret érintő beruházást és azt, hogy új sportcsarnok épülhet az Andrássy Gyula gimnázium területén. Hanó Miklós alpolgármester kiemelte, hogy a képviselőtestület tagjai egyhangulag elfogadták a 2021-es zárszámadást. Mint mondta, a város átvészelte az előző esztendő nehézségeit. Előző év nehézségei ellenére a város jól működik, tehát jól volt megtervezve a költségvetés, és a különféle állami támogatások, amiket beérkeztek és még beérkeznek, azokat jól hasznosítottuk, plusz egy vészhelyzeti költségvetés is volt a járvány miatt ugye módosítva, ahol úgynevezett tartalékokat képeztünk. Opauszki Zoltán tanácsnok szerint 2022 a biztonságos gazdálkodás, a fejlődés és a fejlesztés éve lesz. Kiemelte a Békés Csabai repülőteret érintő beruházást, valamint azt, hogy az Andrássy Gyula gimnázium új sportcsarnokot kap. Az Andrássy gimnázium esetében ugyancsak kormányzati forrást kapott önkormányzatunk, 90 millió forint nagyságrendben, amely azt a cél szolgálja, hogy az Andrássy gimnázium sportcsarnokának a tervezése valósuljon meg az idei esztendőben. Erre vonatkozóan született meg a szükséges önkormányzati döntés, és indulhat ez a munka is. Opauszki Zoltán hozzátette, hogy megújul a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzata, valamint elkezdődik a Kórház utcai stadion fejlesztésének második üteme is. Hivatalosan is bemutatta jelöltjét a júniusi időközi önkormányzati képviselőválasztásra a Fidesz és a KDNP Békés Csabai szervezete pénteken. A kormánypártok a Békés Csabai 4-es számú választókerületben Alföldi Károlyt támogatják. Szimbolikusan a lencsési lakótelepen a körzet egykori önkormányzati képviselőjének háziorvosi rendelőjénél mutatta be a Fidesz és a KDNP helyi szervezete az általuk indítani kívánt jelöltet. Mint ismert, Ferenczi Attila súlyos betegség miatt bekövetkezett halála miatt kell időközi választást tartani júniusban. A kormánypártok Békés Csabai szervezetei Alföldi Károlyt jelölik az időközi választáson, aki elmondta, hogy ha rászavaznak a legtöbben, akkor az elhunyt képviselő munkájának szellemiségét kívánja folytatni. Ferenczi Attila képviselő, aki egyébként személyes barátom volt, baráti felkéréssel fordult hozzám ezzel. Nyilván ez a baráti felkérés, ezt legitimizálni kellett a pártok képviselőjével, illetve a tagságával, ami meg is történt. Így megtisztelő nekem, hogy én indulhatok Ferenczi Attila körzetében az ő képviselői helyére. A KDNP helyi szervezetének elnöke kiemelte, hogy a jelölt támogatásakor a több évtizedes személyes ismeretség mellett a keresztény értékek megléte is fontos szempont volt. Kedves feleségével és két gyermekével él, házasságban, szeretetben és békességben. Én azt gondolom, az itt élők számára is fontos az, hogy az az ember, aki képviselőként majd képviseli az itt élőket, az egy stabil, lelkileg is, fizikailag is stabil ember legyen. A Fidesz Békés Csabai szervezetének elnöke arról beszélt, hogy a körzetnek egy olyan emberre van szüksége, aki ismeri az itt élők mindennapi problémáit.
Alföldi Károly az a személy, aki nem csak hogy itt él a körzetben és itt él ezen lakók között, ezen választók körzetben lévő emberek között, de ráadásul Ferenczi Attilával a korábbi kampányokban, a korábbi együttműködésekben folyamatos résztvevő volt. Folyamatosan együtt dolgoztak az itt élők érdekeiért, az itt élők problémáinak a megoldásáért. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy az elkövetkezendő rövid kampányidőszakban minél több emberhez el szeretnék juttatni azt az üzenetet, miszerint Alföldi Károly a legalkalmasabb személy a körzet képviseletére. Alföldi Károly elkötelezett lokálpatrióta személyiségnek a prototípusát testesíti meg, aki vállalkozóként és számos civil szervezet vezető testületében betöltött tagként éli az életét Békés Csabán. Herceg Tamás hozzátette, hogy a két párt közös jelöltje több éve tagja az önkormányzat pénzügyi, gazdasági és tulajdonosi bizottságának, így rálát a város különböző fontos ügyeire is. 100 tűz kialakulásából 99-ben az emberi tényező játszik meghatározó szerepet, fogalmazott a Békés megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a Jaminai bányatavaknál keletkezett nádas tűz esetéből kiindulva. Várszegi György hangsúlyozta, a statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a több milliós bírság sem rettenti el azokat, akik égetéssel akarnak időt és energiát spórolni. Nagy pénteken nagyjából 2000 négyzetméteren égett a nádas Békés Csaba Jamina város részében a bányatavaknál. Akkor a Békés megyei katasztrófa védelmi igazgatóság sajtó ügyelete megkeresésünkre azt jelezte, hogy gyulai, békés csabai és mezőberényi tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén. Az általunk most illusztrációként bemutatott felvételeket még 2019-ben rögzítették kollégáink, akkor a Berényi úti nádas kapott lángra. A mostani, április 15-i jaminai tüzet egy arra kerékpározó vette észre, az oltási munkálatok rövid idő alatt lezárultak. Egy rendhagyó megfogalmazás szerint ugye a kis tüzet érdemes bevinni, a nagyot pedig bejelenteni a tűzoltóságra. A viccet félretéve már az év első 4 hónapjának adatai alapján is határozottan kijelenthető, hogy egyre gyakrabban fogunk találkozni a nagypéntekihez hasonló tűzesetekkel. Mint a Békés megyei katasztrófa védelem szóvivője kifejtette, 100-ból egyszer fordul elő, hogy szabadtéri tűz véletlenül lobban fel. A konkrét esettel összefüggésben Várszegi György megfogalmazta, az ilyen és ehhez hasonló tüzeknél is lehet vizsgálni a kialakulás körülményeit, az okokat azonban a legritkább esetben lehet bizonyítani. Az viszont biztosra vehető, hogy idén a korábbiaknál több tűzre kell felkészülni. Elmondható, hogy április közepéig, tehát az elmúlt 4 hónapban 109 esetben vonultak a tűzoltók szabadtéren kialakult tűzesethez, ami kb. 140 futballpályányi területet érintett, ami hozzájöttek 100 négyzetméter, és ezt kimondva is soknak gondolom. Arról nem is beszélve, hogy még viszonylag az év elején vagyunk, tehát biztos vagyok benne, hogy idén akár még meg is fogjuk haladni a tavalyi tűzesetek számát, ami szabadtéren keletkezett. Régi rossz beidegződés az, hogy meggyújtjuk az avarta nádast, csak azért, mert ez a tereprendezés olcsó és bevett módja. A szakember szerint a módszer nem csak szabálytalan, de rendkívüli veszélyeket is hordoz, hiszen a folyamat irányíthatatlanná válhat. Az elkövető tűzvédelmi bírságot kaphat, valamint a kivonulással, tűzoltással kapcsolatos költségeket is meg kell térítenie. Csak a tűzvédelmi bírság összege önmagában elérheti a 3 millió forintot. Április utolsó hétvégéje az idei középiskolai ballagások időszaka. Békés Csabán számos intézmény, így a Kemény Gábor Technikum is pénteken tartotta meg ünnepségét. Az iskola pedagógusai és diákjai a hagyományokhoz híven elbúcsúztak a végzősöktől, valamint jutalmazták a középiskolai évek alatt legjobban teljesítőket. Mikor elhagyja régi otthonát, ahova nem tér vissza soha többet, és a helyet, hogy árkombokron átfutna előre.
Kis Judit Ágnes Ballagáskor című versét Molnár Attila 12. B-osztályos tanulója tolmácsolta, ezzel elbúcsúzva iskolájától. Idén 3 osztály ballagott el az intézményből. A diákok először elbúcsúztak tantermeiktől, iskolájuktól, majd tanáraiktól. Malatyinszky Péter az iskola igazgatója búcsú beszédében kiemelte, hogy az elmúlt években a diákok szinte többet voltak az iskola falai között, mint otthon. Így az szinte az otthonukká vált. Bulisztunk is együtt egy hatalmasat a szalagavató ünnepség közben és után. Eltelt, elrohant ez a 4 év. Volt itt minden, hiszen a legjobb sztorikat az élet írja. Nem volt egyszerű időszak, a történelem furfangja gyakran állított minket soha nem látott helyzetek elé. Pandémia, digitális oktatás, háborús konfliktus. Ilyen ellenszélben kellett együtt dolgozni. A beszédet követte a végzős diákok zászlóátadása a 11. osztályos diákoknak. Az iskolában hagyomány az is, hogy a végzős tanulók kiemelkedő szorgalmi és szakmai eredményét díjazzák. Alföldi Károly, a Csabai Jövőért Egyesület elnöke elmondta, hogy a vállalkozásában több fiatalt képeznek, köztük a Kemény Gábor Technikum diákjait is. Majdnem minden téren hiány van szakemberből, ez az előbb említett szakmai kötődésem miatt ez a mi szakmánkban is, tehát az autószerelő szakmában is így van. Én szeretném a gyerekekkel megismertetni azt, hogy milyen sikereket és milyen sikerélményeket lehet elérni mindenkinek a saját szakmájában, és abban segíteni őket, hogy ebben találják meg a jövőjüket, ebben találják meg azt, ahol dolgozni szeretnének. Ugyanezen a napon több Békés Csaba intézményből is elballagtak a diákok. Ilyen volt a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium is. Ilyenkor hagyományosan a diákok egy Isten tisztelettel kezdik az ünnepséget, majd ezt az ünnepi műsor követi. Ebben a tanévben 99 végzős diákunk van. A ballagást mindig ünnepi Isten tisztelettel kezdjük. Ilyenkor hálát adunk az elmúlt 4 vagy 5 évért, és hát kérjük Isten áldását az elkövetkezendő nehéz napokra. A tanulóknak hétfőtől indul a záró megmérettetés. Május 2-án a magyar nyelv és irodalommal elkezdődnek az idei érettségi vizsgák. Május első vasárnapja nem szólhat másról, csak az édesanyákról, nagymamákról. Magyarországon 1928-ban már egy miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Az elmúlt szűk egy évszázadban, iskolákban, óvodákban, vagy éppen családi körben, minden évben május első vasárnapján a gyermekek virággal, kedves szóval lepik meg édesanyjukat, nagyszüleiket. A békéscsabai Tóth Szabolcs is minden évben köszönti őket. Fontosnak tartja, hogy ilyenkor megünnepeljük édesanyáinkat, hiszen nagyon sok helyzetben számíthatunk rájuk, és támogatást kaphatunk. Anyukámnak veszek virágot, egy kis édességet, mamám vagy nagymamáimnak pedig virágot. A jeles nap közelettével megnő a virágárusok, virágüzletek forgalma is. Az egyik békéscsabai üzlet tulajdonosa elmondta, hogy ilyenkor az aranyos, kisebb kompozíciókat keresik a legjobban. Természetesen évről évre ilyenkor megnő a forgalmunk. Általában a kis aranyos kompozíciókat szokták kérni tőlünk, amit nagymamának, anyukának szoktak vinni, locsolóba esetleg virágkészítményt, vagy egynyári növényeket összerakva kosárba, vagy a cserepes, vagy éppen egy kis csokrocska, kis cuki csokrocska, kis kiegészítővel, amit a mamának meg az anyukának oda tudnak adni az unokák is, meg az a család többi tagja. A tapasztalatok szerint ilyenkor leginkább az élő virágot részesítik előnyben a vásárlók. Azok közül is a legkedveltebbek az orchidea, a rózsa, a gyöngyvirág és a gerbera. De van példa arra is, hogy a mára már divatossá vált gumitulipánt választják. Ezekben a napokban zajlanak a középiskolai ballagások is, ezért az előre rendelt vagy helyben készített csokrok iránti fogyasztás is megnőtt. Közel 2,5 órás 5 szettes mérkőzésen győzött a Svitelszky Békés Csaba hazai pályán a Vasas Óbuda ellen a női röplabda extraliga döntőjének első mérkőzésén. Tóth Gábor csapata ezzel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban.
Igazi, döntőhöz illő szettel indult a csata. Az első szettben szinte végig a kékmezben pályára lépő Vasas állt jobban. A hazaiak 23-22-nél vezettek először. Mégis a fővárosiak jutottak szettlabdához hamarabb. Itt azonban jött még egy fordulat. Bodnár és Glembocki közös blokkjával a Békés Csaba szerzett előnyt. A hazai csapat lendületben maradt a második játszmában is. A fővárosiak kétszer is felzárkóztak 4 pontos hátrányból, de a hajrára nem maradt szoros a küzdelem. A második szettlabdát Saraklisura értékesítette, a BRS-e 25-18-al 2-0-ra alakította az állást. A házigazda közel volt ahhoz, hogy 3-0-val lezárja a mérkőzést. A harmadik játszma végén 24-21-nél 3 mérkőzés labdához jutott. A Vasas azonban sorozatban 5 ponttal válaszolt és 2-1-re szépített. A piros-kékek a mérkőzésen 34 pontig jutó amerikai Taylor Bannister vezetésével uralták a negyedik etapot, és 25-22-vel kiharcolták a döntőjátszmát. A mérkőzés végét a BRS-e bírta jobban, az egész találkozón remekül játszó Saraklisura és a folyamatosan javuló Marta Drupa irányításával 15-11-re megnyerte a szettet és 3-2-re diadalmaskodott. Az ötödik szettben a Békés Csaba volt a koncentráltabb, több könnyű labdát is elrontottunk, az ellenfél pedig jól védekezett. Ez egy orosz rulett volt, ezúttal ők voltak a jobbak. Az egyik fontos momentum az volt, hogy elvesztettük az első szettet, jobban kell fókuszálnunk, úgy, ahogyan a harmadik játszma végén is a meccs folytatásában tettük, értékelt a Vasas görög vezetőedzője. A Békés Csaba szakvezetője szerint jól felépített játékot mutattak be az első 3 szettben, azonban nem tudták lezárni a meccset, de a lényeg az, hogy végül előnyt szereztek a párharcban. Egy hatalmas esélyt szalasztottunk el, mert túl szép lett volna, hogy igaz legyen, azt éreztem belülről. Ilyenkor törvényszerű, hogy visszaesik a teljesítmény, ez nem volt váratlan, hiszen egy olyan magasságból, olyan mélybe zuhanni azért nem egyszerű. Az ötödik szedben pedig ez mindig egy ilyen általános igazság, talán kicsit közhe is, hogy a szívünk, a hazai pálya, a szurkolók, ez mind nagyon fontos egy ilyen pillanatban. Az Extra Liga döntője vasárnap 4-8-tól a fővárosban, a Folyondár utcai sportcsarnokban folytatódik. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!